ahol itt vagyunk, ez a török kert. Ezt ugye annak idején a törökök építették, ezt a kapubérő bástyát. Korábban még a 60-as, 70-es években, ugye a kert nevet onnan kapta, hogy 60-as, 70-es években itt söröző volt, egy sörkert volt. A felújítási tervekben is újra gondolták a 60-as, 70-es évek régi hangulatú sörkertjét az Egri várban. Azonban egyelőre itt csak foglalkozások lesznek, és a gyerekeknek játékok. Fegyverkiállítás lesz olyan fegyverekkel, amik megfoghatók, tapogathatók, és ezek másolatok természetesen, ez egy kifejezetten egy interaktív kiállítás, és a mögöttem látható szép bástyának a tömbje fog megújulni. Ugye lehet látni, hogy ez már nagyon-nagyon rossz állapotban, lehet látni, hogy ezek a falak kifelé dőlnek, tehát ez a építmény is utolsó, ugye 24. órában van szinte. És sorra mutatja a múzeumigazgató, hogy hol és hogyan épül újjá az Egri vár. Körülbelül az épületek 20%-a fog megújulni és felépülni. Többek között például a szép bástya. Hát amikor kicsik voltak a gyerekeim, őket is ugyanígy hoztuk, mindig elhoztuk a külföldi rokonokat is, anyukáj, két mamát is a férjemmel, hát most az unokák is ott ismerjék meg. A felújítások után pedig már így láthatják az Egri várat. A látványtervek már elkészültek. A felújításhoz szükséges pénzt pedig EU-s források biztosítják. Ez közel 1,5 milliárd forintot jelent, és ehhez még egy 230 millió forintnyi önrész járul, tehát egy ilyen 1,7 milliárdos projektről van szó. A várat több szempontból is modernizálják. Kicserélik a közműveket, a csapadékcsatornákat, lesz ivóvízvezeték, térfigyelő rendszer és minden igényt kielégítő világítás. Lesz tanösvény és okos telefonos alkalmazás is.